A fesztivál díjkiosztó ünnepségének résztvevőit köszöntötte Releszi Tibor, Kisvárda polgármestere, aki elmondta, a rendezvénysorozat az elmúlt évek alatt Kisvárda védjegyévé vált. Az idei fesztivál egyik helyszíne a tiopos forrásból megújult művészetek háza volt, jövőre pedig a tervek szerint a várszínpad is újjászületik majd. Teljes felújítás volt, nyilászárótól kezdve a székek kicserélése, a színpadon lévő technikák kicserélése, és remélem, hogy tudunk tovább még lépni még. Ugyanilyen módon a várat is hozzá tudjuk kötni, és akkor a várnak is egy olyan színpadja lesz, ami még méltóbb lesz a fesztiválhoz. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter által felajánlott díjat Sesták Miklós adta át. Az elismerésben a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Nem élhetek muzsika szó nélkül című előadása részesült, míg az Emmy és a Kisvárdai Várszínház által a legígéretesebb tehetség számára alapított Teplánszky díjat a Fade Out című előadásért a marosvásárhelyi András Rólán társulat vehette át. A rendezői díjjal Zárdár Tagirovszkit ismerték el, és számos egyéni díjat is átadtak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két művésznek adományozott életműdíjat. A fesztivál régi résztvevője Bocsárdi László a társulat nevében több elismerést is átvett. Szerinte a sikerüknek több oka is van. Két titka van, az egyik az, hogy tehetségesek az emberek, és kettő nagyon sokat dolgoznak. Komolyan dolgoznak, komolyan veszik magukat. A fesztivál záró gálaműsorban a Fővárosi Nagy Cirkusz artista művészeinek produkcióit láthatta a közönség.